Aligó, sziasztok, innen a hidrofóniás berendezés tetejéről. Ebben a kis videóban szeretném megmutatni azt, hogy hogy tudjátok még jobban kihasználni a berendezés tetejét is. Tudtok különféle növényeket termelni, most például megmutatjuk a mikrozöldeket, hogy tudjátok megtermelni. Egy előző videóban már említettem, hogy van egy középső vízosztó tárca. Ez azért jó, mert 20 részre szétosztja a vizet, ami feljön a tartályból, a tápoldatos vizet, és így itt a berendezés tetején lévő kis cikkekbe is tudtok növényeket termelni, 20 cikkben tudtok termelni. Ide készítettünk ilyen kis tartókat, ebbe lehet közegyebot csíkot összevágni, egy kis pizza alakúra, tiszta szeletre, és ezt hogyha beleteszitek, és ide, ahogy be tudjátok helyezni, akkor a középső tárcából a víz pont rá fog folyni, és benedvesíti. A következő lépésben elvetitek rá a kedvenc mikrozöld magotokat. Nagyon sok lehetőség van, próbáljátok ki! A mikrozöldeknek a nagy előnye, hogy akár 10-12 nap alatt is már vágható és ehető fogyasztható nagyságúra megnőnek, ahogy látható itt is. Ez most retek hajtás, a magukból így szépen kikál, és már nincs más dolgotok, csak azt, hogy levágjátok, és a reggeli szendvicsre rakjátok, esetleg turmixhoz, vagy ebben a salátába, tényleg már csak rajtatok múlik. Ezzel a kis plusz kiegészítéssel még hatékonyabban tudjátok használni az 1 négyzetméteres területeteket, és még több zöldséget növényt tudtok magatoknak megtermelni. Próbáljátok itt is, sok sikert hozzá! Sziasztok!